Kis Vilmos Béla születtem 1920. augusztus 8-án itt Jászentlászlón, kin a Tanyán. Úgy nevezték azt a részt, hogy Lantos Tanya, de volt neki egy másik neve is, azon túl szöllők voltak, és azt Gyöginek hívták, mert hát a nagy homok volt arra fönt, meg volt egy másik szöllőtelep, azt meg Ürgésnek, mert a tó volt ott közelibe, az rengeteg Ürge volt, arról kapta a nevet. Mint ahogy mondtam, 20-ba születtem. Hát akkor már a 6 osztályt végeztem végeredménybe. 1926-ban mentem első osztályba, 1932-ben maradtam ki az általános iskolába, és utána még volt 3 év az ismétlési ott, úgy nevezték. Egy héten 3 szó volt egy öreg tanítónk, Keresztes Lajosnak hívták ott kint a Tanyán, és annál azt tanított, csak később az elkerült, innet elhelyezték Szegedre, és utána volt egy nő, barátné, elváltasszon volt, Rusinszki Gizellának hívták azt az asszonyt. Arról Kisvárda környékén született Vásáros, még Kisvárda, ezen a részen, de már most a községre nem emlékszem, hogy milyen községben. Itt végeztem az 5.-6. osztályt, az Rozmaring József volt. Nagyon jó tanító volt, csak egy hibája volt neki, rettentő rossz kölök voltam, és sokszor nem vert még, mert olyankor mindig a táblához küldött, azt amilyen óra volt, vagy hogyha nem számtan óra volt, vagy egyéb ilyen tizedés törtök, vegyes törtök, meg hát mit tudom én, körszámítás, akkor már életben volt az a 3,14 század, amivel köllött szorozza a körnek a kiszámítását. Azután szerettem volna én szakmát tanulni. Kovács akartam lenni, valahogy én azt nagyon szerettem. Otthon a testvérjeim, meg a szüleim bele is voltak egyezve, de ez csak a hallgató volt az a beleegyezés. Eltusolódott úgy, hogy abból nem lett semmi sem. Fogtam magam, és akkor volt az a rendelet, hogy aki a 18 évet betöltötte, az letöltheti a katonai időt. Jelentkeztem. 39. február 1-én akkor vonultam be tényleges katonai szolgálatra. Március 13-án már akkor bevagolíztak bennünket, akkor volt Kárpát aljának a visszafoglalása, mert Magyarországhoz a magyar lakta területek ugye 38 őszint visszakerültek, már amíg visszakerült, és akkor ezt a Kárpát alját, ez már nem békés úton ment, hanem volt ilyen is, meg olyan is, még hát igen. Kaptunk olyan ágyú tüzet, fönt voltunk Ugocsa megyébe, Salánki erdőnél. Azt hitték, hogy ott vagyunk, de amikor a
repülők elszálltak fölöttünk, ott voltunk éppen pihenő. Március 25-én azon az ünnepnapomnak a Gyümölcsótó Boldogasszony ünnep volt, azt megágyúzták, megszórták úgy, hogy ott kőkövön nem maradt. És ha tényleg mink ott maradtunk volna, nem mentünk volna be, az már akkor Magyarország területe volt, de csehszlovák megszállt, akkor még a Csehszlovákia együtt volt, nem hullott szét, azt oda tartozott. Visszakerültünk, nem tudom, Ung megyébe volt, az elébb eszembe jutott Nagy-Szelmenc. Azt hiszem, hogy most orosz terület, Nagy-Szelmenc, meg Kis-Szelmenc, de ez a kettő akkor utána össze lett csatolva, mert ugye az volt a rendelet. 40. november 20-án szereltem le a tényleges katonai időt, akkor töltöttem le. Leszereltem, de alig, hogy leszereltem, volt olyan év, hogy alig voltam ide-haza. Valami megmozdulás volt, akkor már behívtak, mert én gyors hadtestő tartoztam. Úgy nevezték azt az alakulat, hogy Bem József lovas tüzér osztály, az akkor még gyors alakult, gyors hadtestő tartozott. Miklós Béla volt a, hogy hívják, az, aki később miniszterelnök is lett, még a forradalom után kivégezték, ha jó emlékszik. Vitéz lófődálnoki Miklós Béla, még Veres Lajos. Ezek voltak a parancsnokok. Ütek parancsnok Rapaics Dániel volt. Ez egy nagyon, hogy mondjam, magos úri család buszárbozott, ez a Rapai család, de nagyon rendes ember volt. November 20-án szereltem le, április 4-én, 41-ben igen, akkor már megkaptam a behívót, akkor volt Délvidék. Hát ott kaptunk egy kis, épp húsvétkor volt, ha tojása való dombolálás. De annak örülök az, hogy olyan helyzetben nem kerültünk, nem volt, mink nem lőttünk se hús se, olyan szerencsénk volt. Pedig Újvidékén is keresztül mentünk, ott nagy húsvét vasárnapja, még hétfőin nagy ilyen tömegírtás volt, ilyen megmozdulás. De minket nem támadtak meg, mert ugye tüzér voltam, és az ilyen alakulatokat nem merték, csak az apróbb gyalogságot, azokat rendet kellett csinálni, no, mert azok magyar hadseregnek az volt az egy hibája, hogy annyira lovagiasnak kellett lenni, hogy meg nem szabad volt sérteni ezeket a megszálló területen lévőket, és vérszemet kaptak, és azután akkor Bánát nem került vissza, csak Bácska, ez 40-41-ben volt. Onnan átszivárgottak a partizánok, azok nagyon csúnya munkát csináltak Újvidékén. Hát ez meg is lett torolva. Fölvittek bennünket Budára, és ott ért bennünket. Gyűrűbe kerültünk, még gyűrűben, még az is, mert az elsőbb, szóval gazdát cserélt, no,
ment ez a hajsza, hogy ki tud hatalomra jut. Hatalomé volt ez mind. Aztán. Hát Budapest ostrománál. Én kim voltam a háromas határhegyen, ott voltunk tüzelőállásban, és 44 szilveszter napján kaptunk egy hatalmas támadást, úgyhogy a mi alakulatunkból 5-6-an kerültünk vissza a parancsnokságra, hogy a többivel mi történt, fogságba estek, de a legnagyobb része még elesett ott az ostromgyűrűbe. Budapestet körülzárták, és minket úgy gúnyoltak azután, mikor ilyen valamilyen adatgyűjtés volt, vagy valami, hogy Budapest hűs védői, mert minket így gúnyoltak bennünket, mert akkor azt hitték, hogy Budapestet menetbe elfoglalják, minden ellenállás nélkül. És persze, hogy ez nem sikerült, mert 50, most nem tudom a dátumot pontosan, ahogy bezárult a gyűrű, utána még 52 nap tartott az ostrom, mire elbírták foglalni Budapestet. Már ez a budai oldalon volt, mert a pesti oldalon már előbb, január 18-án az már elesett. Buda, ez még február 9-én, ha jól emlékszem pontosan, megsebesültem. Az a ajándékcsomag az most is bennem van. A hátamba kaptam egy, hogy hívják ott, aknagránát, szilánkot, az még most is bennem van. Hát ez elég sok fájdalmat okoz. Ahogy öregszik, mindig jobban érzem. Sebesülés után nem voltam már akkor hadrafogható, mert ez a kezem meg volt bénulva. Mert a szilánk ez most is bennem van. Nem voltam hadrafogható, és utána ilyen belső szolgálatot láttunk el. Annak örülök azért, hogy úgy el tudtam, olyan szerencsém volt, hogy én akkor volt az a zsidó üldözés, és abban nem voltam részes sehogy se. Olyan szerencsém volt. Mikor gyűrűbe kerültek, február 12-én akkor esett el Buda végkép. 13-án már csak tisztogatás volt. És egy éjszaka, hát azelőtt kint a lövészárokban jó takarónk volt, mikor a hó betakart bennünket. Egy éjszaka kinn aludtunk a havas földön. Szörnyű volt. Nem tudom már, mikor indult velünk a vonat ki fogságba. Első itt Beszarábiába úgy nevezték akkor, mert az oroszok kezébe volt. Reni nevű községbe. Ott volt a első fogságban, hát onnantól több helyre vetett a sors végül ki ebbe. Ott voltunk. Kint szabad ég alatt ottan voltunk. Úgyhogy havas volt a föld, ott éjszakáztunk. Utána meg hát vittek. Mikor sor került ránk, hogy ugye a szerelvény üres volt, azaz, hogy elkészült, akkor vittek ki bennünket. Onnan gyalogmenetbe gyűjtünk arra Székesfehérvár felé, és
ide Félegyházára kerültünk, itten a volt laktanyába, onnan vittek el bennünket. Hát akkor még benn voltak, volt benn ágy is, meg hát a földön aludtunk. Úgy aludtunk, hogy egymás ölibe, mert annyira össze voltunk zsúfolva, mert sehunk se volt annyi hely, hogy lefekült. És ez Budapestről gyalog gyűjtünk arra előszállás, meg nem is tudom én, milyen községek voltak, és ide Félegyházára. Ez gyalogmenetben volt, február hónapban. Nem mondhatok rosszat rosszul róluk egyáltalán. Most nem azért, de nem voltak rossz indulatójak. Március 8-án indult velünk a szerelvény innen Félegyházáról, és azt hiszem 17 nap voltunk ilyen vagomba, mert ugye volt a háború, minket még akkor vittek, amikor az út szabad volt, a vágány szabad volt, mert a fölvonulás, a had állapotban, ugye a lőszer meg az élelmiszer az fontosabb volt, mint hadifoglyoknak a kivitele. Beszarábiába, Reni nevű községbe, ott voltunk táborba, hadifogságba. Havasföldön nagyon sokat aludtunk, nem csak a lövészárokban, hanem még azután is. Én dolgoztam gyárba is, Odesszába is, ott is, Kievbe is, még nem is tudom, máshol is voltam. Hát én is felejtem, kb. Nem jut úgy eszembe. Vasontőbe dolgoztunk, Odesszába. Nagyon nehéz munka volt. Nagyon nehéz. Az olvasztott vasat hordtuk. Ekegyár volt az. Ilyen ekefejeket csináltak, meg hát egyébként mást is. Nagyon nehéz munka volt. Nehéz. Még jó táplált embereknek is. Olvasni azt olvastam, hogy 51%-a nem bírta ki, de hát ahol én voltam, ez nagyon alá volt becsülve, ez a mennyiség, mert sokkal többen még haltak. Szerencsére tífusz olyan lágérben nem voltunk. Volt, úgy nevezték Fleck tífusz, aki ott volt, abból nem sok ember maradt még, de olyan helyen éppen nem voltam. Malária, na az bizony, az 4 évig, minden nyáron előgyűjt, az, hogy hívják, elcsöbb kirázott a hideg, utána főszökött a láz úgy, hogy azt a magas lázt más betegségben nem bírta volna ki az ember, és avval végződött a láz. Mikor elmúlt a láz, akkor ugye, de utána csak benne, az nem volt betegségben, nem volt lázos, az voltak a lövészárkok. Hát állítólag oda vitték. Szerencsére én nem voltam olyan helyzetben, hogy nekem kellett volna vinni. Hát szekérre pakolták őket, azt mint a gabonát, amikor a szekér, a hosszú szekér volt, megtelt, akkor körözbe pakolták, úgy, mint a gabonát nálunk. Azt úgy vitték azt, oda ki a lövészárokba. Hát azt bedózerolták biztosan. Az mind barát volt ottan,
akik ugye fogságban voltunk, rengeteg sok. Nem tudok számot mondani, de mindig magas számú, hogy hívják, láger volt. Volt egy kerítés, egy másik kerítés, és annak a közelmékben volt, hogy hívják, de szöges drótbú volt, be volt szőve, hogy ott kiszökni nem lehetett a lágerbú. Mert négy torony volt, őrtorony, ugye szét is láttak, meg annyira voltak az őrtornyok, hogy hát ugye össze, szóval látótávolságra, hogy úgy mondjam, úgy voltak ezek a tornyok, úgynevezett farkas kutyák, akik ki voltak képezve, azok még a szagon is elmentek, ha valaki megszökött, és véletlen, hogyha megbírt szökni, ha megtalálta, hogy hívják ott, az a szagon is el tudott menni. Olyan képessége volt, hogy erre nem minden kutya volt alkalmas, de ezek ki voltak képezve erre. Hát onnan nem sokan bírtak megszökni. Annak nagy szerencséje volt, aki onnan megbírt szökni. Kicsit nyomatékosan megmagyarázták nekik, hogy ilyet nem szabad csinálni. Azt akkor bemutatták, hogy így néz ki, aki szökni akar, megcirógatták. Más nem tudok mondani, nem is akarok mondani. Más kicsit embertelen módon kikészítették, és akkor kiállították, hogy így jár, aki megszökik. Adután, hogy mi lett velük, nem tudom, mert nagyon sok embert elvittek úgy, hogy arról utána semmi nem történt, nem onnat vissza nem gyűjt senki se. Nekem sikerült összehalápolni 73 hónapot, 6 év, jó számolom meg. 6 év, még azt hiszem egy hónap, annyi idő. És mikor hazagyűjtünk, rendőrhatósági felügyelet alatt voltunk, amikor megszabadultunk, mert elsőbb Pesten, majd budai oldalon, most nem jut eszembe annak az épületnek a helye, ahol leigazoltak bennünket, fővették az adatokat, és utána egy nyomozót itt a községben is, meg ahol, mert én csendőr voltam, ezt én nem tagadom, és még mellé büszke is vagyok rá, hogy az voltam, mert a Magyar Királyi Csendőrség az a közbiztonság szolgálatot és személy- és vagyonbiztonság megőrzésére volt rendelve. Volt egy gyűjtőhelyiség, voltak olyanok, akiket elvittek, azok vissza nem kerültek, sose. És sose tudtuk, hogy kinek van szerencséje, mikor kiszólították, hogy szabadul-e tényleg, mert a hadudság az mindig fönnállt, jellemezte őket. Ahogy fogságba estem, 50 december utolsó napjaiba, akkor még a kivizsgálás tartott, mert mindenki kivizsgáltak, hogy hol volt, hol szolgált, milyen alakulatnál. A legveszélyesebb volt a csendőrség, a Szent László hadosztály, meg akik nem tudom milyen alakulatnál volt, még
Hunyadi páncélosokat, azt ez egy a páncélosoknál szolgált. Mink voltunk a fekete listán. Többieket, azokat szabadon engedték, persze, mikor hazakerültünk Magyarországra. Záhonynál, Csapnál, Záhonynál gyűjtünk át. Majd 7 év eltelt, mire Magyarországra kerültem. Jászberényben is volt ilyen tábor. Én Pesten voltam, az, hogy Budán, most nem tudom annak az izét, ilyen nagy gyűjtőtábor volt az, ott voltunk én, onnan szabadultam. És akik szabadultunk, vagy akit kiolvastak, hogy szabadul, az nem tudta, hogy most ő, hogy ki jár jó. Hát én nekem szerencsém volt, mert én hazagyűjtem, de volt, akik még Jászberénybe kerültek, ott volt ilyen gyűjtő fogolytábor, hát ott dolgoztak. A húgomnak a címét megtudtam, mert Pestén laktak, Budán. Az elsőbb oda mentem, ő hozzájuk, mikor megszabadultam. Későn este, hát hova lettem volna. Azt olyan szerencsém volt, hogy annyit megtudtam, hogy melyik villamos megy arra felé. Az két asszony éppen azok is arra gyűjtek. Hát meglátták rajtam, hogy hát uniformisban vagyok, fufolyka még a munkásruhába. Focipő. Nem így gyűjtünk haza, hanem itt öltöztettek föl bennünket ebbe a ruhába. Éppen arra gyűjtek, ahol a húgom lakott, így tudtam, hogy hívják óni, elmenni hozzá. Volt neki egy kislánya, hát persze sokat hallott a rullamos. Azt mondja, ne félj, Vili bácsi, megismertelek én, hát még a világon se volt. De ahogy hallotta, hogy hát én majd, hogy hazagyüttem, akkor már olyan normálisabb állapotban voltunk. Az utóbbi, hát készítettek bennünket, hogy ne legyünk legyalázottan. Hát rendes, hogy hívják, testsúlyam is rendes testsúlyam volt a magasságomból képest, úgyhogy nem annyira rosszul néztünk ki. A húgom ott lakott, oda mentem, és akkor onnan gyűjtem. Hát fél egyházáig természet, és aztán egy este csak beállítottam, nem tudtak rólam, csak annyit már tudtak, hogy Magyarországon vagyunk. Nagyon szóhoz se tudtak jutni. Akkor hazagyüttem persze, munkás, már pufajkában meg ilyen, munkás ruhában, szódavízzel vélelt ruhában, kabátban, meg nadrágban. Hát mindenki megismert. Már arról, aki nem is ismert, az is tudta, hogy hát én most jöttem haza. És ilyen három volt Szent Lászlón. Én voltam, Szabó Vili, meg van itt az a pedagógus, aki most iskolaigazgató, Julika, Pintér Julika, annak a testvérje, de ezek mind elébb szabadultak, mint én. És az volt az érdekes, hogy mind a hároman Vilmosok voltunk, akik ilyen sokáig voltunk fogságban. Közben
meghalt az édesanyám, és tanyán laktunk. Nem voltam holtán nyilvánítva, nekem a vagyon részemet is szétosztották. Az, hogy én is kiörököltem, hogy úgy mondjam. És a tanya volt, az az enyém volt. Én nekem a közgyám az választotta ki, hogy ez az enyém, hogy tudjak valahol lenni. Akkor, hogy hazagyüttem, március 8-án, jól emlékszem, abban az évben meg is nősültem. A nénéméknél, a sógoromnál ott voltam addig, még meg nem nősültem. Majd azután kerültünk oda az én tanyámra. Ottani lakóságra is csak jót tudok mondani, de magára a kommunizmusra minősíthetetlen. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, mint ahogy mondtam is, azt hiszem, az Ádám bácsi volt itt a, hogy hívják, a tanácselnök, az nagyon belátó, nagyon rendes ember volt, úgyhogy arra csak a jót mondhatok. Nagyon sokszor volt, mert voltak ilyen nagy deportálások is, akkor kulákokat, én is listán voltam, és az öreg lehúzott, azt mondta, hogy ez már töltött több mint 6 évet, és nem is, hogy hívják, voltak, nem is deportáltak, hogy úgy mondjam. Kivitték arra a Hortobágyra, arra dolgoztak, egy birka akolba dolgoztak, az ilyen osztályidegenek, akiket úgy neveztek. A bánásmód, amit nem a szovjet névre hárítok, hanem magára a kommunizmusra. Csak mondom, én mikor hazajöttem, utána még rendőrhatósági felügyelet voltam, a községet nem hagyhattam el, a lakást látástú világosít, vagy sötétedésű világosságig nem hagyhattam el, rendőrhatósági felügyelet voltam. Sehova nem mehettem. Szavazati jogom nem volt, ami nem is hiányzott. Nekem nagyon nagy szerencsém volt az a akkori tanácselnök, a Ádám bácsi, az nagyon rendes ember volt. Volt egy ideig átmenetileg, mikor ő valakit helyettesített, volt itt két asszó. Az egyiknek a nevére emlékszek, Gálné volt. A másik, nem is tudom, hát azok minősíthetetlenek voltak, csak helyettesíti átmenetileg kis időig.